Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, Buzás Péter vagyok, és ez itt a Tiszta Elektronika videósorozat 9. része. A mikrovezérlőkkel fogunk foglalkozni, a témakört négy kisebb videóra pontva. Mai fő előadónk Zelei Andrus. Én is köszöntelek benneteket, velem már találkozhatatok korábbi videókban. Péter, kérlek mondj pár szót magadról, hogyan kötődsz a kristáltiszta Elektronika oktatásához. Informatikusként már az egyetemen találkoztam mikrokontroller programozással, Később a kristálytiszt elektronika kettő elkészítésében is részt vettem, és most újra kedvet kaptam a hardware közeli dolgok megismeréséhez. Na, szuper, köszönjük szépen! A kilencedik rész tananyagát Lágler Gergely és Vince Viktor állította össze, és Verép Szabolcs ellenőrizte szakmailag. Belevágunk tehát a mikrovezérlők megismerésébe, ezt a tananyagrészt négy videóra bontva láthatjátok majd. A mikrovezérlő név elég beszédes önmagában is. Valamilyen vezérlőről van szó, tehát gyaníthatjuk, hogy a minket körülvevő eszközöket fogunk tudni irányítani mikrovezérlőkkel. Már most eláruljuk, hogy ez programozás útján fog történni. A másik szó pedig a mikro, ez arra utal, hogy egy kicsi és relatíva könnyen kezelhető eszközről van szó. Ez mindenképpen igaz is, ha mondjuk egy laptophoz vagy akár egy tablet PC-hez hasonlítjuk a mikrovezérlőt. Ez jól hangzik. Tehát a mikrovezérlő egy kicsi, de okos kis eszköz. Lássuk a részleteket. Ahhoz, hogy minél gyorsabban gyakorlati tapasztalatokat szerezzünk, egy működő eszközt fogunk összeállítani egy mikrovezérlő segítségével. Nagyon sokféle mikrovezérlő létezik, az alapelvek hasonlóak minden esetben. Mi most az meg a 16 a vezérlőt fogjuk használni egy LED villogtatására. A programkód, amelyet a mikrovezérlőre töltünk, egy előre megírt kód lesz. A programkódok megalkotásáról a későbbi tananyag részekben hallhattok. Angrus, neked könnyű dolgod van, te régóta ismered a mikrovezérlőket, de a nézők valószínűleg most találkoznak velük először. Így sok kérdés fölmerülhet bennük. Mi is egy mikrovezérlő? Mire lehet használni? Miért használunk ilyeneket, vagy ehhez hasonló eszközöket? Miért mennyiféle létezik belülük? Mi a különbség köztük? Miért ezeket használjuk? Terveink szerint erre a sok kérdésre mind választ adunk a videósorozat végére. IC-vel már korábbi leckékben is többször találkozhattatok, például a lineáris tápegységek témakörben, ahol egy háromlábú IC biztosította a stabil feszültségkimenetet, illetve találkozhattatok az 555-ös IC-vel, ami egy 8 lábú halkatrész. A mikrovezérlő viszont egy sokkal bonyolultabb, sokkal több alkatrészt magába foglaló IC, ezt már az is mutatja, hogy jóval több lába van, mint 3 vagy 8. Tehát ez egy bonyolult eszköz, de a videó elején azt mondtuk, hogy a laptopnál egy jóval egyszerűbb. Hogyan viszonyul tehát egy mikrovezérlő egy személyi számítógépez, pc -hez? A mikrovezérlők sokkal egyszerűbbek, kisebbek és energiatakarékosabbak is, mint egy PC. Mégis, a megismerésükben sokat segít, hogyha a személyi számítógépekhez vagy laptopokhoz hasonlítjuk őket ugyanis a PC-k sok mindenben hasonlítanak a mikrovezérlőkre. Emellett általánosan is ismertek. A mikrovezérlők apró részei ugyanazokat a feladatokat látják el, mint egy PC belsejében, az egyes nagyobb hardware alkatrészek, mindezt azonban egy apró tokba integrált módon, innen ered az integrált áramkör elnevezés. A PC-n is, valamint a mikrovezérlőn, szintén egy akár általunk is készíthető program fut, és ez a szoftver határozza meg az eszköz működését. Érdemes lenne megbeszélni, milyen fő részekből áll egy mikrovezérlő. Tudjuk, hogy a laptopokban is mindegyikben van processzor, többféle memória, különféle perifériás egységek, billentyűzet, érintőpad. Nagyon hasonló részegységeket találhatunk a mikrovezérlőben is. Kezdjük azzal az egységgel, amit processzornak hívunk, és említettél is. A PC-ben a processzor végzi az alapvető műveleteket, mint például az összeadás, kivonás, szorzás, osztás. A mikrovezérlőben ugyanezen feladatokat a mikrovezérlő egy része, az úgynevezett központi művelet végző egység végzi, angolul Central Processing Unit vagy CPU névre hallgat. Továbbá, ahogy említetted, többféle memória van egy PC-ben, a merev lemez, vagy ma már inkább SSD, és ezzel szemben a RAM két teljesen eltérő célnal rendelkező memóriaegységek. A PC-ben használatos nem felejtő memóriák, például a Winchesterek vagy angolul HDD és az SSD-k. Rengeteg adat tárolható rajtuk, mint például a programjaink, egyéb fájaink. Ezek az adatok a gép kikapcsolását követően is megmaradnak, ezért hívjuk ezeket nem felejtő memóriáknak. A mikrovezérlőben is találhatók ilyen egységek, ezt a részt programmemóriának hívjuk, ami általában flash memória, ez tartalmazza a programot. EEPROM memóriában tároljuk általában azt a részt, amiben egyéb adatokat tárolunk. Ugye vannak további nem felejtő memóriák is. Igen, a PC-hez, ha további memóriára van szükségünk, lehet csatlakoztatni külső memóriákat, mint például egy külső Winchester, egy pendrive, vagy egy SD kártya. Ez hasonló lehetőségek, a mikrovezérlőnél is léteznek, például külső EPROM memóriá, vagy szintén egy SD kártya. Ambrus, beszéljünk pár szót ö olyan talányos dolgokról is, amit a felejtő memóriának hívunk. Miért van szükség olyan memóriára, ami nem jegyez meg mindig mindent? Ez a dolog kicsit hasonlít arra, ami az agyunkban is történik. Az emlékeink egy részét ugye pár év múlva is elő tudjuk hívni, vagy sok év múlva, de amikor beszélünk, vagy számolunk, a szavakat vagy a számokat a tevékenységünk idejére eltároljuk, de aztán hamar elfelejtjük őket. A számítógép is hasonlóan működik. A PC felejtő memóriájában tárolt adatok kikapcsoláskor ugyan elvesznek, de ez a memória sokkal gyorsabb működésre képes, mint a nem felejtő memóriák, így a processzor számára gyorsabb műveletvégzést tesznek lehetővé. Ez az úgynevezett RAM memória. Ugyanez megtalálható a mikrovezérlőben is, de ott integrált módon. És most gyűjtsük össze a legfontosabb perifériákat. A PC-re különböző adatbeviteli és adatkiviteli egységeket csatlakoztathatunk, úgynevezett perifériákat, például a monitor, a billentyűzet, az egér, a nyomtató, a kamera, a szkenner, stb. Ezekkel mindenképp biztos, hogy találkozott. Ráadásul ezeket egyszerűen egy-egy csatlakozó egyértelmű csatlakoztatásával, esetleg egy illesztő szoftver, amit angolul drivernek hívunk, ennek a telepítésével működésre is tudjuk bírni. A mikrovezélőre is természetesen illeszthetőek különböző perifériák, ám ezek legtöbbször jellemzően primitívebbek, a perifériák irányok szerint csoportosítva lehetnek kimenetek vagy bemenetek, angolul pedig outputok -ok és inputok -ok csoportokra. Például egyszerű kimenetek, a kis kijelző, hangjelző, ledsor, jellemző bemenetek a nyomógombok, különböző szenzorok, mint például a hőmérséklet szenzor, nyomás szenzor, vagy áramszenzor. A szenzor szót az érzékelő szinonimájaként használhatjuk a sensing, mint érzékelés angol szóból alkotva. Ahhoz, hogy ezek a perifériák általunk kiválasztott feladatot végrehajtsák, tehát fizikai jellemzőt kielezni, mérni, esetleg megváltoztatni tudják, úgymond illesztenünk kell őket a mikrovezérlőhöz. Olyan szoftveres részleteket kell írnunk a mikrovezérlőbe, ami kezelni tudja ezeket a perifériákat. Igen, ez ugyanolyan, mint a pc esetében a driver. Például az érintő pad driverrel a laptopon egy adott operációs rendszer alá össze tudjuk foglalni az eddigieket? Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy számos ok ad létjogosultságot a mikrovezérlőknek. Ezek az apró alkatrészek ugyan sokkal kisebb számítási kapacitással rendelkeznek, mint egy nagy számítógép, de nagyjából ugyanilyen mértékben kevesebb az energiafogyasztásuk is. Nem tartalmaznak mozgó, kopó alkatrészeket, így élettartamuk rendkívül nagy, valamint a működésük is sokkal megbízhatóbb. Természetesen a megbízhatósághoz többek között megbízható, kiegészítő alkatrészek és ugyanilyen szoftver is feltétel. A PC és a mikrovezérlő sok hasonlósága mellett különbségek, tehát többek között a méret, az ár, a megbízhatóság, a kezelhetőség, a megvalósítható feladat bonyolultsága. Igen, és a mikrovezérlőkről csak az alapokat fogjátok megismerni a kristálytiszta elektronika fejezetei során, erre építve aztán hosszú évek tapasztalat gyűlhet össze, ha valaki majd munkája során élesben használja ezeket az eszközöket. Ezzel a 900 számú tananyagrész első videójának a végére értünk. A második videóban a mikrokontroll felhasználási lehetőségeivel az AT meg a 16A mikrovezérlő bemutatásával folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok.